Tisztelettel köszöntöm a városi média nézőit és a rádió hallgatókat, és természetesen Markót Imrét, Törökszent Miklós város polgármesterét. Jó napot kívánok! Én is tisztelettel köszöntöm a városi média nézőit és a rádió hallgatókat. Polgármester úr, az elmúlt időszak egyik legnagyobb volumenű híre talán Törökszent Miklóssal kapcsolatban, hogy egy közel 500 millió forintos pályázatot nyert a Galambos Park felújításával kapcsolatban. Igen, ez a Top Plus pályázataink között már a harmadik nyertes pályázatunk, úgyhogy mindenféleképpen örülünk is neki, meg büszkék is vagyunk arra, hogy négy benyújtott pályázati kérelmünkből három támogatása lett. A Galambos Park a benyújtott pályázatok közül, illetve a nyertes pályázatok közül a leglátványosabb, hiszen jelenleg is elég sokan használják a területet, illetve a felújítás eredményeképpen bővülni fog, például a vizes felület, több új funkció fog belekerülni, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egy jó felüdülés nyújtó hely lesz majd belőle. Ez a pályázat érinti-e a csónakázó tó köré építendő futókört? Befolyásolja bármilyen szempontból? Ugye ebben a pályázatban is megjelöltünk egy futókört. Nyilván majd a képviselőtestületnek el kell gondolkodnia, hogy mit fog megvalósítani, illetve meg tudja valósítani mind a kettőt, de erről majd a nyár folyamán fogunk előterjesztést tárgyalni és dönteni. Az biztos, hogy futókör a Galambos Parkban létesülni fog. És azt gondolom, hogy ott viszonylag városközponti területről van szó, eleve a területnek van jelen pillanatban is közvilágítása, még a felújítás során is magában a parkban is ki fog építésre kerülni a közvilágítás, tehát ott a futókörnek sokkal nagyobb kihasználtsága lesz, mint a csónakázótó környékén. A legutóbbi beszélgetésünk óta lezárult egy projekt, ami a Törökszent Miklósi szennyvíztelepet is érintette. Erről keveset lehetett talán hallani, mi volt ez pontosan? Igen, ez még a 2000, az előző önkormányzati ciklusban kezdődött, ez egy keopos pályázat volt. Tulajdonképpen 100%-os pályázatról beszélünk, hiszen 95% túlnyomó részt Európai Uniós, részben hazai forrás, és a maradék 5% lett volna önerő, de a Magyarország kormánya az önerőt biztosította a település számára. Itt kettő település kapcsolódott össze, Jászkara Jenővel közös projekt volt ez, és valójában a Nemzeti Fejlesztési Program iroda volt az, aki az egész pályázatot lebonyolította. Jászkara Jenő, illetve Törökszent Miklós konzorciumi partnerként vett részt benne. Nyilván, hogy a műszaki ügyintézés az itt helyben történt, a városfejlesztési osztályt érintette ez a feladat, de alapvetően a nagy pénzügyi döntések azok az NFP-nél történtek meg. Törökszent Miklóson ebből a pályázatból kiépítésre került Súrjányban, Óbalán, Szakálason, illetve Törökszent Miklósnak azon a részén, ahol még nem volt kiépített szennyvízhálózat, a szennyvízgerincvezeték. Itt a keleti város részben nem volt még, illetve az Almási út egyes ingatlanai van, egyes ingatlanait érintette, valamint talán még emlékszünk rá, hogy körülbelül 2018 környékén itt a Kossuth Lajos utcában, illetve a Táncsics útnak a torkolati szakaszán ilyen behúzásos technológiával új szennyvízvezeték épült ki, tehát illetve felújítva lett a meglévő vezeték. A régi vezeték helyére került behúzással egy ilyen műanyag cső, ami tulajdonképpen később kitöltötte a megfelelő technológiai eljárás során kitöltötte az előző palástot. Valamint a szennyvíztelepen történt egy korszerűsítés. Alapvetően egy nagy záportározó épült, ezzel sikerül a nagy csapadékos időszakban a többletcsapadékot a szennyvízről időlegesen leválasztani, illetve, és ezzel nem terheli magát a tisztítási technológiát, a beérkező vízmennyiség, valamint a
szennyvíz iszap kezelésében egy új technológia jelen létesült, egy szolár szárító, és ezzel a technológiával tulajdonképpen egy ilyen, ha jól emlékszem az átadáson is a kivitelező részéről elhangzott, hogy egy ilyen 5-10%-os tömegre, illetve térfogatra sikerül a szennyvíziszapot leszárítani, ami már az utókezelésben, illetve az elszállításban jelent majd az üzemeltető számára egy gazdaságos megtakarítást. Maga a projekt azért csúszott ennyire, mert az eredeti pályázatban nem volt benne az a homlokrakodó gép, amivel a szennyvíziszapot a szennyvíztelepen az üzemeltető behordja a üvegházba. És mire azok a döntések megszülettek a megfelelő szinteken, hogy összességében egy 27-28 millió forint hiányzott, vagy kellett ahhoz, hogy ez a homlokrakodó beszerzésre kerüljön, az is több hónapba került, aztán utána a közbeszerzést kellett módosítani, kiválasztásra került a beszállító idén, valamikor, ha jól emlékszem, márciusban érkezett meg a gép a Törökszent utolsi telephelyre, és ezután tudtuk lezárni magát a projektet egy ilyen ünnepélyes szalagátvágással. A jelenlegi futó beruházások egyike a Kleinház felújítása, hamarosan ugye átadásra fog kerülni, hol tart ez a projekt most? Látjuk mindannyian, hogy a külső munkálatok a befejezéshez közelednek, ugye már az udvari részen teljesen elkészült a homlokzat vakolás, az utcai részen folyamatban van. A belső terekben festés, tér, vagy a padlóburkolás készülnek, illetve magában az udvarban is átalakítások lesznek, hiszen csapadékelvezető gerincvezetéket kellett kiépíteni, parkolókat kell, térburkolatot kell építeni, illetve volt ott egy melléképület, ami felújításra kerül, külső-belső felújításra. Időközben kiderült, hogy a tetőhéjazatot is cserélni kell, a rajta lévő tetőcserepet már nem lehetett visszarakni, és akkor új került beszerzésre. A kivitelező egyébként szerződésmódosítással élt, hiszen voltak olyan időszakok, ami miatt az erőlelem látható műszaki megoldások következtében egyébként is élhetett ezzel a lehetőséggel, és ezért van most az, hogy a tervezett április végi átadás az tolódik a nyárra. A másik fontos beruházás a városunk illetében az pedig az új bölcsőde építése. Éppen tegnap volt az alapkőletétele ennek a beruházásnak. Mekkora jelentőséggel bír ez a városunk illetében? Ha azt vesszük, hogy minden évben így az idei nevelési, vagy az előttünk álló nevelési évre is többszörös túljelentkezés van, és ebben a mostani tavaszi időszakban is közel 50 gyermek került várólistára. Nyilván egyébként a nevelési év megkezdéséig is többen majd el fogják hagyni a bölcsödét, hiszen óvodáskorúak lesznek, és már szeptembertől óvodába fognak járni. De azzal, hogy 52 férőhelyel bővül az önkormányzati bölcsödei ellátásban a férőhelyek száma, ezzel meg fog szűnni az a régi, hosszú évek óta tartó probléma, hogy nagyon sok kisgyermekes édesanyja nem tud visszamenni a munkába, mert arra vár, hogy üresedés legyen. Nem kell a 2023 őszétől várhatóan akkor már üzemelni fog a bölcsöde, attól az időszaktól fogva én azt gondolom, hogy nem kell már várólistán maradni a gyermeknek, hiszen valamennyi gyermeket, jelentkező gyermeket fel fogunk tudni venni, mi is, vagy akár a református bölcsöde is várhatóan addigra meg fogja nyitni a kapuit, és összességében Törökszent Miklóson körülbelül 120 férőhelyes bölcsödei ellátás fog majd működni 2023-tól. Ebből 104-106 az a önkormányzati. Korábban is volt már téma testületi ülésen a Súrjányi Kisposta. Ezzel kapcsolatban születette már végleges határozat, hogy milyen formában üzemelhet a jövőben? A posta, Magyar Posta, az egy sokkal nagyobb szervezet, mint egy települési önkormányzat, és
ottani döntéshozatal az még nehézkesebb, mint egy önkormányzatnál. Most legutóbbi egyeztetés alkalmával a Magyar Posta képviselője felajánlotta az önkormányzatnak, hogy ha gondolja, akkor működtesse a kispostát. Alapvetően nekünk jelen pillanatban semmilyen személy, illetve technikai feltételeink nincsenek meg ahhoz, hogy napi 2 órában, mint ahogy korábban működött, kispostát működtessünk. Ezen az egyeztetésen én azt kértem a postától, hogy amennyiben az épület felújítását a képviselőtestület megszavazza, akkor a felújított épületben lássák el ők a postai szolgáltatást. Most azóta várjuk a postától, hogy ahhoz, hogy abban az épületben posta tudjon működni, akkor határozzák meg a felújítás műszaki tartalmát. Ez még ez idáig nem történt meg, tehát azért is jeleztem az elején, hogy a Magyar Postánál még nehezebben mennek át a folyamatok, és közben persze természetesen tudom, hogy a Súrjányi lakosok abban a helyzetben vannak, hogy az utolsó szolgáltatás is, mintha elkerült volna a településükről. Egy gépjárműben egyébként postai szolgáltatást, tehát felvételt végez a Magyar Posta. Egyetlen egy szolgáltatás jelen nem működik, ami korábban működött. Ez a pénzfelvétel kártyáról, bankkártyáról történő pénzfelvételt tudott biztosítani az ottani szolgáltató. Gépjárműből nem tudják, akkor tudnánk gépjárműből ezt megoldani, hogyha bekapcsolnák abba a rendszerükbe, amire egyébként fel vannak készülve, mert nagyon sok kis településen házhoz menő postai szolgáltatást végeznek gépjárművel, csak azok a járművek föl vannak szerelve minden technikai feltétellel, ide pedig csak egy postaautó jár ki Törökszentmiklósi postahivatalból. Egyébként a posta mindig elmondja, és le is írta, hogy tulajdonképpen Törökszentmiklós esetében a jogszabályi kötelezettségük egyetlen egy postahivatal működtetése, most ehhez képest amíg a Súrjányi is működött, addig 4 posta üzemelt jelen pillanatban. Ugye a Súrjányi az, mint postahivatal nem működik, helyette van még másik 2 kis posta itt a városban. Törökszentmiklós városi önkormányzat egyébként, célunk az, hogy Súrjányban visszakerüljön a postahivatal, tehát ennek érdekében, ami rajtunk múlik, mindent meg fogunk tenni. Egyenlőre ténylegesen a postán múlik minden. Ami sokak mindennapjait jelenleg megkeseríti, az a belvárosban zajló útépítés. Ebben mi az, amit tud, vagy milyen kompetenciája van egyáltalán az önkormányzatnak? Nyilván már a testületülésen is szóba került, hogy nagy mennyiségű porral jár ez a helyzet. Az útépítés az egy olyan műfaj, ami porral jár. Alapvetően minden kivitelezés tényleg nem mondható el, hogy por nélkül történjen. Most az önkormányzatnak ebben a 46-os út felújításában a kompetenciája az nem sok. Velünk a kivitelező, illetve a beruházó egyeztet, illetve a heti kooperációkon a városfejlesztési osztályról a kollégák részt szoktak venni, de ha kérünk valamit, azt meghallgatják, és a lehetőségeikhez képest meg is teszik. Most, amikor a testületi ülésen is felmerült, hogy akkor locsolni kellene, ezt kértük a stabaktól. Én is kértem az építésvezetőt, és egyébként én magam is láttam már, hogy a Strabag locsolta a Kossuth-Lajos utcát. Nyilván, hogy sokakban fölmerült a kérdés, hogy fölmarták az aszfaltot, aztán utána, mintha nem történne semmi. Alapvetően egy rendkívül hosszú útszakaszról van szó, hogyha a teljes felújítandó felületet nézzük. És nyilvánvalóan, hogy gazdasági okok miatt döntött úgy a kivitelező, hogy azon a szakaszon is, ahol úgy értelmezünk, vagy úgy tapasztaljuk, hogy mintha semmilyen munkavégzés nem történne, ott is fölmarta. Ennek gazdasági okai vannak, hiszen az a géplánc, amivel ezt a munkafolyamatot elvégezték, annak a helyszínre szállítása és a helyszíni biztosítása sem egy
olcsó dolog, és az első ütemben, amit csak lehetett, ők a bontási munkálatokat elvégezték. Nyilván egyébként az is jogos a lakosság részéről, hogy jobban föl lehetett volna takarítani, sajnos ez a feltakarítás ez nem történt meg. A kérésünk után történt meg az, hogy ismételten söpörték az utcát, majd az útszélén összegyűjtve elszállították a felbontásból még ott maradt törmeléket. Egyébként meg magából abból is adódik, hogy por keletkezik, hogy azáltal, hogy a forgalom nincs lezárva ezen az úton, folyamatos terhelés alatt van, tehát a felbontott anyagból az alépítmény, meg az alatta lévő rétegek folyamatosan kopnak ki, és főleg, hogyha nem 30-as sebességgel mennek a gépjárművek, akkor ez jobban fölveri ez a forgalom a port. Igazából a Kossuth tér és környékén az elkövetkezendő napoktól el fog indulni, most már látható módon ki is van egyébként, le is van a forgalomterelő táblák már, illetve útsáv lezáró táblák már ki vannak helyezve. Ott a teljes alépítmény cserével lesz egy 50-60 cm vastagságban. Természetesen egyirányú forgalmat, illetve félpályás forgalmat biztosítva kétirányú forgalom számára fog az út megépülni. A kivitelező a lehetőségeihez mérten pormentesíti napközben az útszakaszt. Helyi eseményekkel kapcsolatban van még két kérdésem. Az egyik a török-szentmiklósi kirakó és állatvásár, hogy a tavaszi bár meghirdetésre került, elmaradt. Miért? Azért maradt el, mert a szervezés során kiderült, hogy a meghirdetett időszakra kettő vagy három vásározó jelentkezett, és nem volt gazdaságos, meg valószínű, hogyha meg lett volna tartva, egy eredménytelen vásár lett volna. Úgyhogy az üzemeltető kommunális szolgáltató Kft. ezért javasolta azt, hogy fújjuk le a vásár megtartását. A nyári vásárra készülnek, nyilván itt is majd az lesz a kérdés, hogy mekkora lesz a vásározóknál a kedv arra vonatkozó, hogy Törökszentmiklóson kirakodjanak. Korábban már fölmerült egyébként a tavalyi évben a képviselőtestületben, hogy nem biztos, hogy a török-szentmiklósi állat és kirakodó vásárt tovább kell folytatni, hiszen elmondható, hogy az állatvásár azt nem sikerült bevezetni a városban, hiszen néhány kis állaton kívül jelentősebb haszonállatokkal nem szoktak megélni a vásározók. Tulajdonképpen egy olyan kirakodó vásár hangulata van, mint egy piaci használti parci kereskedelmnek a parkoló területén, azt pedig valószínűleg elegendő megtartani szombatonként, meg szerdánként. Erre nem kell külön vasárnap délelőttöket rászánni, és mondjuk összességében éves szinten 1 millió forintot vagy 1,5 millió forintot ráfordítani az üzemeltetőnek, hogy ugyanazt, amit a piacnapokon meg tud szervezni a lakosság számára, azt meghatározott időnként megtegye a vásártéren. A másik pedig némileg új, de már nem az első szépségverseny lesz Törökszentmiklóson. Ugye volt már itt korábban gyermekszépségverseny, illetve az elmúlt évben a strandfürdő területén is volt, de ez egy teljesen más alapokra van helyezve. Mi lesz ez? Igen. Itt az alapokban az a különbség a korábbiakhoz képest, hogy ezt a szépségversenyt Törökszentmiklós Városi Önkormányzat hirdeti meg, és a szentmiklósi napokhoz fog kapcsolódni. A Szent Miklós szépe szépségversenyt hirdettünk meg. Ez a mai délután már a Facebookon meg is jelent. A jelentkezési lapok, ha jól tudom, akkor már elérhetők. A cél az, hogy a 27. ha jól tudom a sorban az idei Szent Miklósi napok, de mivel több alkalommal elmaradt, egy 30 éve zajló ünnepségsorozatot
rólunk szóló, Törökszent Miklósról szóló, nekünk ittenieknek szóló ünnepet megpróbáljuk egy picit gazdagítani különböző lehetőségekkel, és a szépségverseny ötlete ezzel kapcsolatos, hogy megpróbálunk egy új szint vinni a Szent Miklósi Napok sorozatba. Talán ez egy egészen eddig meg nem szólított réteget is a Szent Miklósi Napok sorába tudja majd hozni, meghívni. Azt gondolom, hogy lesznek érdeklődők, lesznek jelentkezők, hiszen nem csak Törökszent Miklós, hanem Törökszent Miklós és térségére hirdettük meg a szépségversenyt. Az alapötlet az lett volna egyébként, hogy a Szent Miklósi Naphoz kötődően gazdaszépe szépségversenyt hirdessünk meg, de úgy gondoltuk, meg az előzetes egyeztetések során kiderült, hogy a gazdaszépe, mint kifejezés, az jogilag védett. Éppen ezért döntöttünk amellett, hogy akkor legyen Szent Miklós szépe, hiszen ez sehol nincs levédve, ez egy török Szent Miklósi védjegy lesz, és reméljük, hogy nem csak egy alkalom lesz, hanem most ezzel az első alkalommal mi is egy sorozatot tudunk elindítani. Egyébként a szervezők közé olyan személyeket vontunk be, akik már korábban vagy részt vettek szépségversenyen, vagy szerveztek szépségversenyt, vagy zsűriztek szépségversenyt, és rengeteg tapasztalatuk van ebben az iparban. El is mondom a nevüket. Törös Ramóna, Polgár Zsuzsa, Széles Emília és Persa János. Illetve hát őket segítik a polgármesteri hivatal munkatársa is az előkészületekben. Polgármester úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt ezekre a kérdésekre, és további jó munkát kívánok. Köszönöm én is, és minden jót kívánok a nézőknek és a rádióhallgatóknak. Viszontlátásra. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.